Így készül Südi Sherry tortája, ez a guba elegáns formája. Gyere, készítsünk el együtt egy pofon egyszerűen összelopható mákos gubatortát. Ráadásul isteni finom is, és biztos a család kedvence lesz. Mutatom én, hogy hogyan készítettem el. A teljes receptet a sütisherry.com-on elérhetitek, hogy ti is el tudjátok készíteni. A mákot és a cukra fele arányban ledaráljuk a kávédarálóban. A szikkadt kalácsot darabokra vágjuk, a tejet, a vajat, a tojás sárgáját és a vanília aromát felforraljuk, majd ráöntjük a kalács darabokra, és a citromreszelt híját beletesszük. A tésztát beleöntjük egy szilikonos torta formába, és elsimítjük. Végül sütés előtt az alma lekvárral lekenjük a tészta tetejét. Sütőbe 180 fokon 30 perc alatt készesítjük. A tejet és a pudingot összekeverjük, a vajat kihabosítjuk és hozzáadjuk a puding alapot. Egy 20 cm-es torta formába helyezzük a mákos guba alapot, a mákos guba tetejére a vanília krémmel egyenletesen elkenjük, majd felvert helyszínhabbal díszítjük a torta tetejét, és én egy agymanókból készült bánat figurát tettem a torta közepére. Jó étvágyat hozzá!